A nyári pihenőt és táborozást követően körülbelül egy hónappal ezelőtt Buzogány Szabolcs tanítványai kezdték meg az utánpótlás kézilabdázók 2018-2019-es szezonját. Annyit kell tudni a szezon kezdettől, hogy most ez nem volt annyira rögös, mint a tavalyi. Az Magyar Kézilabda Szövetség se hozott be annyi és olyan volumenű újításokat, mint tavaly. Nekünk se kellett se adminisztratívan, se egyéb más területen olyan kihívások elé állnunk, mint amelyennek elé állítottak bennünket tavaly. Úgyhogy azt gondolom, hogy sokkal zöldkedőmentesebben ment az idei szezon kezdet, mint a tavalyi. A szövetség verseny kiírásában történt azért némi változás, ugyanis módosították a bajnokságban induló korcsoportok besorolását. Tavaly U7-estől U14-ig volt a bajnokság, most minden korosztályt egyre előbb neveztek. Most a legfiatalabbak az U8-asok, a legidősebbek az U15-ösök a gyerekkézilabda bajnokságba, és ugye ezt követi a serdülő és az ifjúsági bajnokságok. Az idősebb korosztályokban megfelelő létszámmal és edzés látogatottságokkal indult a szezon. Az egyesületnek itt nem volt szüksége taktoborzásra, azonban a fiatalabb csapatokba várják folyamatosan a jelentkezőket. Ilyenkor jön az a feladatunk, hogy a legkisebbekben most U8, U9 és U10 ugye elkezdjük a toborzást. Ugye velük már ugye tavaly is elkezdtünk foglalkozni, de most jön el majd ennek az ideje az U10-eseknek hamarosan. Ugye most ősszel az U9 és U8-asoknak majd februártól, hogy versenyeztetni is kell őket, és addigra kell készen állnunk olyan ütőképes gárdával és olyan létszámmal, hogy megérje benevezni a bajnokságba őket. A klub az idei évtől új utánpótlás koncepciót dolgozott ki, ugyanis szeretnék már az óvodáskorú gyermekeket is megfertőzni a kézilabda szeretetével. Első körben az OVIS program a Bemapó utcai tagintézményben indul, Lakatos István tanár úr vezetésével.